László, a DK képviselője, felszólalásának a címe: Ki és miért akadályozza az M3-as autópálya 15. kerületi szakaszán a zajvédő fal megépítését? Önni a szó, képviselő úr. Elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A 15. kerület területén áthalad az M3-as autópálya. Az 1980-as években folyamatosan épülő autópálya egyre nagyobb forgalma, egyre nagyobb zajterést okoz a környék lakainak. Már a kezdetektől követelték az itt ülő emberek, hogy épüljön zajvédő fal a városi szakaszon, az M3-as mellett. Igen ám, de az Orbán kormánynak nem ez számít, hogy mit akarnak az emberek, hanem az, hogy a Fidesz közeli vállalkozók jöjjálnak. Bizonyos vállalkozóknak, vagy a velük együttműködőknek már pedig az áll érdekében, hogy leszorítsák az autópálya mellett lévő ingatlanok értékét, hogy aztán olcsón megszerezhessék azokat. Ezért a 2010-ig folyamatosan épülő zajvédő fal a Fidesz alatt már nem épülhetett tovább, leállították. A Veselényi út és a Szemmelyúti közötti szakaszon mintegy 1200 méter hosszúságban egy sziget nincs megépítve, vállalkozások vannak mögötte. A rákospalotaiakat döbbkilométer folyamatosan, tehát továbbra is zajterhelés éri. 2015-től fővárosi önkormányzati képviselőként többször kezdeményeztem a hiányzó szakasz megépítését, de ahányszor éptünk erőre egyet, valaki mindig hátrarögte az ügyet. 2016. októberében végre megszületett az építési engedély, de valaki, az ellenérdekelt vállalkozó újra felebezett. Hosszú jogi procedúra után végre engedély jogerőssé vált, de az idő egyre telik, a lakosság egyre türelmetlenebb. Az elmúlt 8 évben bizonyította, hogy a Fidesz és az Orbán kormány nem érdekli a 15. kerületek élete, neki sokkal fontosabb, hogy pár vállalkozó alaposan megszedje magát. A fal építés megakadályozásával a lenyomott áru ingatlanokon keresztül. A legfrissebb hírek szerint 2018. szeptember 5-én a BKK igazgató tanácsa jóváhagyta a közbeszerzés megindítását. Ha ez rendben lezajlik, legkorábban jövőre elkészülhet a zajvédő fal. 9 évi várakozás után már nincsenek illúzióink. Abban biztosak lehetünk, hogy szeptember 30-án esedékes időközi választáson Németh Angéla, az összefogás, ellenzék összefogás vezetője, ha nyer, akkor addig fogja verni az asztalt, amíg nem épül meg az zajvédő fal a 15. kerületben. Joggal elvárható lenne, hogy ilyenkor a kerületben ellenzékben lévő Fidesz is a kerület mellé álljon. Nem nehéz választásnak tűnik, hogy ki lenne a legfontosabb, egy pár vállalkozó bankszámlája, vagy a rákospalotai családok. A volt fideszes László Tamás országgyűlési képviselő érdekes módon nem a rákospalotaikat választotta, hanem a rákospalotaiaknak zajt okozó vállalkozói lobbit. László Tamás szembefordult saját választó kerületével, és most azzal vádaskodik, hogy a kerületi vezetés mulasztása miatt nem készült el a zajvédő fal. Miközben a tényekből teljesen világos, hogy a kerület vezetés mindent megtett, a labda éppen a főváros és a fideszes politikus tér felén pattog, hiszen még a tervezést is átvállaltak a fővárostól, hogy ez a költség se terhelje őket. Tisztelt Országgyűlés! Mindenkinek elege van abból, hogy folyamatosan autópálya zajban kell élniük. Zavarja a családokat, zavarja az időseket, zavarja a gyerekeket, csak a Fideszt, a fideszes vezetésű fővárost és a Fidesz helyi politikusait nem zavarja. Figyelmeztetem Önöket, hogy 30-án az időközi polgármester választáson ezt nem felejtik el a kerületi szavazók. A zajvédő fal ügyében Németh Angéla méltó utódomként fogja hajtani a fideszes fővárosi vezetéstől a zajvédő fal megépítését, amire 9 éve várnak az új palotaiak, rákospalotaiak és pestőjeik. Németh Angéla soha nem fog az önök vagy az önök vállalkozói mellé állni, őt nem lehet megvenni, sem megfélemlíteni. Azt javaslom Önöknek,
hogy 9 évi húzavona után legyenek végre őszinték a rákos paratajakkal, és mondjuk szemükbe, miért kell zajban élni, mondjuk el nekik, hogy kinek az érdekei fontosabbak az övékénél, és hogy ki és miért akadályoz az M3-as autópálya 15. kereti szakaszának a zajvédőfal megépítését. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Hajdú László képviselő úr. Válaszadással megadom a szót Csegesnyi és Péter államtitkár úrnak. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Furcsa volt hallgatni ezt a felszólalást, és az első kérdésem, amikor itt egy sikertelenségről beszélt ön képviselő, akkor úgy fogalmazódott meg bennem, hogy ki volt a polgármester a 15. kerületben eddig? Az elmúlt 4 évben? Hát nem ön volt. Ez azt jelenti, hogy önnek kellett volna mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a zajvédő fal elkészüljön. Azt éreztem, hogy ön itt vádaskodik, amit természetesen visszautasítok. Az vádaskodik talán, aki önmagából vagy önmagukból indulnak ki, hisz az önök pártja az, akinek a tempója és módszere az, hogy megvádolnak valakit más olyannal, amit egyébként ők csinálnak. Önök hibáztak, önök nem tettek meg valamit az elmúlt időszakban, és most a kormányon kérnek számot, számon olyat, ami az önök és az ön dolga lett volna. De hogy a kormányzat mennyire törődik az utakkal, mennyi mindent tesz nem csak a fővárosi utakkal, hanem a vidéki utakkal is, néhány számot én hadd mondjak önöknek. Az elmúlt időszakban jelentős mértékű összegeket fordítottunk útfelújításokra. 1000 milliárdos nagyságrendben újultak meg főutak, autópályák és mellékutak az elmúlt időszakban. Ha csak a mellékutakat nézem, és a vidéki mellékutakat nézem, 150 milliárd forintot különített el a kormányzat arra, hogy a 4-5 számjegyű utak megújuljanak, mert nem csak az a probléma, hogy néhány helyen a zajterhelés nagyobb az átlagnál, és zavarja az ott élőket, máshol közlekedni nem lehet, olyan állapotban vannak többek, az önök kormányzásának is köszönhetően, 90 előtti kormányzásuknak, és 94-98 közötti, majd pedig 2002 és 2010 közötti kormányzásuknak, vagy antikormányzásuknak köszönhetően, hogy ezek az utak ilyen elhanyagolt állapotban maradtak itt. Az elmúlt időszakban nagyon komoly pénzeket folytottunk, ahogy a gazdaságot kihúztuk a gödörből, amiben önök juttatták be, folytottunk arra, hogy ezek az utak megújuljanak. És nézzük akkor az ön által feltett kérdést, hogy mit tett az elmúlt időszakban a fővárosi önkormányzat, többek között ön helyett, ahelyett, hogy ott verte volna a tamtamot, hogy ez a bizonyos zajvédő fal elkészüljön. Mint bizonyára ön előtt is ismeretes, a fővárosi közgyűlés 2017. júniusában döntött a 15. kerületen áthúzódó M3-as bevezető szakasz melletti zajvédő falszakasz felépítéséről a Versenyeli utcai gyalogos felüljáró és Szent Mihály út között, mintegy 1200 méter hosszúságban. A fal a tervek szerint mintegy 4 méter magasságú lesz, alsó részén falpirítókokból készült cementkötésű zajárnyékoló elemekből, felső részén átlátszó elemekből fog elkészülni. A megvalósítás teljes költsége az előzetes becslések szerint 360 millió forint. A közgyűlés e döntésnek végrehajtása érdekében a hivatalos tájékoztatás szerint a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításának tervezett ideje 2018. augusztusa volt. Ezen ütemezés szerint a szerződés kötésre még idén sor kerülhet, a kivitelezés pedig 2019 tavaszán kezdődhet meg. A másodfokon kiadott építési engedély határozata ellen egy érintett ügyfél 2017 második felében bírósági felülvizsgálati eljárást indított és kérte a végrehajtás felfüggesztését. A bíróság ezt a beadványt elutasította, a döntés jogerős, tehát még köze sincs ahhoz a vádhoz, amit ön megfogalmazott, csak ön úgy látszik, hogy polgármesterként nem tudja azt, hogy egy bizonyos eljárásrend az hogyan megy és mennyi ideig az ötlet. Től a megvalósításig mennyi ideig tart, vagy tarthat. Szomorú, ha polgármesterként ezt nem tudja, vagy volt polgármesterként. Az ügyfél 2018. május 19-én újabb nyilatkozatot adott be a bíróságra, ennek nyomán 2018. szeptember 18-án újabb tárgyalásra kerül sor, tehát folyamatban van ennek a bizonyos zajvédő falnak az elkészítése, amelyet a fővárosi önkormányzat nagyon komolyan elhatározott, és komoly odafigyelése van e tekintetben. Én azt kérem, hogy ne politikai felszólalásra és nem kampányfelszólalásokkal untassa a parlamentet, hanem tegyen meg mindent annak érdekébe, vagy tett volna meg mindent annak érdekébe, hogy ez a zajvédő fal elkészült volna az ön
polgármestersége idején. Önnek 4 éve volt rá tisztelt volt polgármester úr. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Cseres és Péter.